galop ácsok ácsolják, nem? Vagy nem? Nem baj, most ők fogják, tudjátok, hogy kell kalapot ácsolni? Ha az ember rendes kalapács? Dolgoznak a kalapácsok, ácsolják a kalapot. Mire durral megdolgoznak 3 méter falapot. Jaj, micsoda a lapot! Sose látta kalapot. Jaj, micsoda a lakok! Micsoda a lakok! Sose látta kalapot. Puha fából kemény kalap, kemény fából puha kalap. Ráadásul 6 hét alatt. 6 hét alatt? Akkor inkább úgy döntök. Akkor inkább hogy kalaptallan maradok. Kalaptallan maradok. Akkor inkább úgy döntök. Akkor inkább úgy döntök. Hogy kalaptallan maradok. Kalaptallan maradok. Dolgoznak a kalapácsok, ácsolják a kalapot. Virrádúrral megdolgoznak 3 méter kalapot. Jaj, micsoda a lakot! Micsoda a lakot! Sose látta kalapot! Sose látta kalapot! Jaj, micsoda a lakot! Jaj, micsoda a lakot! Sose látta kalapot! Sose látta kalapot! Puha fából kemény kalap, kemény fából puha kalap. Ráadásul 6 hét alatt! Akkor inkább úgy döntök! Akkor inkább úgy döntök! Hogy kalaptalan maradok! Kalaptalan maradok! Akkor inkább úgy döntök! Kalaptalan maradok! Szép lett? Nagyon szép! A tiétek is úgy látom, megtapsolta a közönség. Vegyétek fel a fejetekre! Ó, de csinosak lettetek! Nagyon jól áll, most már nincs más hátra, mint hogy a kezünkre, hogy ne fázzon, húzzunk egy zoknit. Zoknit? Zoknit? Egy nadrágot. Kesztyűt persze, kössünk a nyakunkba egy szoknyát. Szoknyát? Alsógatját? Alsógatját. Hey. Halló inget! Halló! Halló inget! Egy sajnálat persze, pakoljunk be ennivalót, innivalót. Csokit itt senki nem szereti. Nem szeretitek a csokit? Egyáltalán? Egy évben egyszer én is tévedek, rakjunk be csokit, kössük be a száját és vegyük a hátunkra ezt a csizmát. Bakancsot. Budit? Budit? Hátizsákot, ezt mondom én is, mehetünk? Erdőt járunk, árkot lépünk, bükkfa lábunk, mennyiget érünk, szél se tudja, merre bírunk, legenyi sudaras utakon élünk. Gondoljatok jól magunkat, hogy hallja az egész kerület, hogy megyünk. Erdőt járunk, árkot lépünk, bükkfa lábunk, mennyiget érünk, szél se tudja, merre bírunk, legenyi sudaras utakon élünk. Itt úgy nagyon gyorsan menni. Csomó állat. Ezeknek én összegyűjtöttem a hangját, csak egy kicsit összekeveredtek a táskámba. Például nem emlékszem, hogy ez a tevének vagy a csigának a hangja. Ó, egyiknek se? A madárnak? Milyen dár? Bocsánat, akkor ez lesz a csiga. Nem holnap vagyok. Egy bagoly? Biztos? Micsoda? Kakuk! Kakuk! Ez lesz a kakuk! Akkor most jön a teve! Tessék! De ez egy híres 13. kerületi teve! Ha most tolatod be a 3. vágány! Az meg a vonat, az nem állat! A vonat az állat szerintetek? A vonat egy, a gőzmozdony sem állat egyet! Az erdei vasút sem erdei állat, én kérek elnézést. Nem okosak, de tudnak zenélni, most mit csinálja. Akkor szerintem
Ez lesz akkor a csiga. Ez a csiga? Jaj! Hát akkor nem, a csiga pedig a kedvenc állatom, meg van még egy kedvenc állatom. De egyáltalán nem találtam meg a hangját. Melyik a kedvenc állatom? Megmondjam melyik? Megmondom, de lehet, hogy ki is találjátok, négy lába van, vízben él. Vízipók. Mondom, négy lába van. Ja, akkor nagyon nagy. Vízibolha. Mondom, nagyon nagy. Busz, vízibusz. Az meg nem is állat egyáltalán, a vízibusz. Nagyon csúnya, de én nagyon szeretem. Szürke, vastag bőre van, az állatkertben lehet látni innen, és ekkora gondozó nagy szája van. Négy lába van, nem a cápa, hanem a víziló, bizony, az a kedvenc állatom. Most mit csináljak? A múltkor is annyira szeretem, elmentem az állatkertbe, bedobtam neki egy almát. Tudjátok, mit csinált? Becsukta a száját, és azt mondta, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nem kérek. Új, ajaj. Ezt mondta szó szerint, hogy nem kérek. Mondom, miért nem kérsz, drágaságom, neked hoztam. Tudjátok, mit mondott? Azért, mert fogyókúrázok. Mind csodálkozik? Nem csodálkozik. Fogyókúrázik. Nem hallottál még fogyókúrázó vízilóról? Nem. Ti hallottatok már fogyókúrázó vízilóról? Tényleg? Tudjátok, hogy megy a fogyókúra? Elmesélem nektek, csak úgy szeretném eljátszani a vízilóval. Direkt sokat reggeliztem, de majd megoldom. Te csak meséljél, jó? Volt egyszer egy víziló, súlya 4000 kiló. 4000 kiló. De meghízott, mint a hegy, s lett szegény 4001. Ezt nem tűröm semmi áron, visszaszerzem korcsúságot. Szólt táblát, kért hozzá krétát, s megtervezte a diétát. A diéta, hogy azt mondja, volt egy krétám. Reggelente néhány láda, alma, délben csak saláta, este úgy 40 banán, hozzá narancslét kívánt, 30 liter elegendő, s már a vízi paci bendő, befelik és megelégül, ennyit kérek, elesélül. Az a baj, nagyon kicsi a memóriám, fölírhatom még valahova? Kinek a tenyerére írhatom? Ide is? Ide is! Így élt néhány héten át, majszolt salátát, banánt, bőtölt, s lám nem hiába, mert a régi karcsúsága lassan-lassan visszatért, szalajtott hát a tükörért, vidáman elébe állt, szemügyére vette magát, tetszett neki, amit látott, hát egy jó nagyot kiáltott. Itt van az a víziló, itt van az a víziló, hát itt van az a víziló, itt csak 4000 kiló. Hát itt van az a víziló, itt csak 4000 kiló. Itt van az a víziló, itt csak 4000 kiló. Sikerült! Lefogytam. Micsoda? Nem. De lefogytam. Nem. Ugye, hogy lefogytam? Keveset. Lefogytam le. Na mindjárt megnézem. Aha, én úgy látom, hogy lefogytam. Micsoda fogyás? Ugye? Egészen jó. Köszönöm szépen a segítséget. Vissza is.